festőművész a természetben nem a tudományos igazságot, hanem az impressziót keresi, és a művészetben nem látleletet akar adni, hanem élni. Ti is élményt adtok nekünk, és köszönjük, hogy újra bemutatják az alkotásaitokat. Szeretném megkérdezni, hogy Dolly Martin, ahogy elbocsánat, igen, aki a panel jelenben is mondtam is, lehet így fogalmazni, hogy nyissa meg a elnököt, és vezessen be minket a ti szemléletek vezető megismerésében. Szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket. Engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy felolvasom, hogy mi van a meghívóra írva, amit kaptatok. Lukács Andrea festőművész, Zabolcsi Gergely festőművész, közös képzőművészeti kiállítása. Két művész, két ember, két stílus, egy közös pont, egy helyszín, egy iskola. És ez az egy közös pont, ez a Vardorart Rajz és Festőiskola, ahol sok-sok évvel ezelőtt kezdtetek el rajzolni és festeni. Épp tegnap volt egy iskoláknak egy kiállítása Budapesten, azoknak a tanítványoknak, akik az az első kiállításuk, és számukra az az első ünnep. Nektek ez a sokadik kiállításotok, sokadik csoportos és sokadik egyéni kiállításotok. És azon a kiállításon is elmondtam, és most is el szeretném mondani, hogy hivatalosan mi egy rajz- és festőiskola vagyunk, és természetesen az a célunk, az egyik fő célunk, hogy megtanítsunk embereket, titeket rajzolni és festeni, de a legnagyobb belső motiváció számomra az nem ez, hanem az, hogy látom az átalakulást bennetek, a belső átalakulást, a lelki fejlődést, amit a rajz és festés tanulás okoz bennetek. És Gergő egyszer az egyik tábor után ezt írtad nekünk, idézem, hogy annak idején kitaláltatok valamit, és a pillangó effektus hatás alá itt is megmutatkozik. Nem csak rajzolni, festeni tanítotok embereket, hanem adott kontextusba helyezve emberek életére vagytok, és lesztek hatással. Én azt gondolom, hogy a ti életetekben ez egy óriási mérföldkő volt akkor, és ugye soha nem lehet tudni, hogy egy apró dolog, hogy eljössz egy rajztanfolyamra, az mit indít el, és hova fogsz eljutni általa. Én azt szeretném kérni, hogy kicsit menjünk vissza az időbe, jó? Annél arra emlékszem, hogy egy karácsony volt, amikor eljöttél először a fiatal egy rajztanfolyamra. Mi volt a motivációd, mi volt a célod, mit szerettél volna elérni? Én nekem az volt az érdekes ember, hogy Gergővel ugye Ervi agykontrollt végeztünk. És arra voltam kíváncsi, hogy én, aki elvileg tudok rajzolni, mert hogy úgy születtem, mert hogy csináltam, mert hogy dolgoztam benne, mert hogy rajszemeket rajzolok, nekem mit ad ez? És amit te mondtál az előbb, nekem azt adta, hogy adtátok, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy kiszabadulok a szerep a parakból. De segítettetek nagyon sokat így van. Emlékszel az, hogy még mikor volt ez, hogy hány évvel ez? Ez 2014. decemberében volt szerintem. Akkor már 6 éve. Körülbelül 6 éve, és ez a 7. önálló kiállítása. Wow! Nem önálló. Mentek haza. Jó! Úgy látott, hogy Gergő kedves, te vagy az egyik legrégebbi tanítvány, amit azóta is minden évben visszajár. És én azt tudom, nem emlékszem az évre, hogy mikor jöttél először, de azt tudom, hogy május volt és tábor. Nem május volt. Nyár volt, nem május, nem augusztus. És 10 év, hát amikor kezdtél igazából a oktatását. Az egész igen. Talán egy tábor volt, amit még akkor tartottatok, még igen az lehetett az a minulusban is, és akkor utána, amikor az Isten csodában voltunk, Mária halmon voltunk a biofalóban, az volt a Jézus, és egy nagy mérföldkő volt, ott vegetáriánus lettem, és ötlik el 4 napra, más választásunk nem. Nyertük a spektaport.
Tehát, igen. Szóval te 10 éve kezdted, igen, Andi te 6 éve kezdted, és a ti közös ismeretségetek, én azt gondolom, hogy a balatonföldvári táborainkhoz kötődik leginkább. Ugye, hát úgy ismerkedtek meg szerintem, hogy sokszor voltak egy táborban, egy idő után már folyton egymás mellett ültek. Oda ültettél. Nem tudtam, hogy jó hatással vagyok rá. De hogy szentékosan fogalmazok így, hogy mikor melegedtetek össze? Pontosan ezért fogalmaztam így. És remélem, hogy egyikötök felesége és férje sem sértődik meg ezen a szóval. Ők is melegek. Onnan indul a kiszorós barátságotok, hogy abban a táborban mi egyszer szerveztünk egy parázsoljárást. Egyébként pont abból az indítatásból, amit most az előbb az elején elmondtam, hogy nem az a fő motiváció, nem csak az, hogy megtanítsunk festeni és rajzolni, hanem hogy egy határátlépés, hiszen amikor eljött hozzánk valaki, akkor lehet, hogy pálcik ember tud rajzolni, és amikor kimegy onnan, akkor olyat rajzol, vagy olyat fest, amiről előtte nem hitte volna, hogy képes. És a parázsoljárás is számomra ezt szimbolizálta, és ezért szerveztük meg nektek a táborba, hogy ez is egy határátlépés. És ebben a parázsoljárós buliban volt egy rákészítő gyakorlatsor. Egy előtt korás meditációra gondoljatok. Ahol ti párok voltatok. Igen, te fogtad, hogy na, akkor bele leszek párba. Igen? És azt mondtad, hogy nem tudtad, hogy te mondtad. De majd nem így tudom, ez most neked is meg. Szóval ki ott lettetek párok. Nem tudom, hány óra egymás szemébe néztetek és meditáltatok. És legalábbis állunk egyet. Igen, az egy hosszú, egyébként az egy nagy, tehát a magának a tábornak, meg a, az egész milliónek egy nagy mérföldkövet volt az, mert nem csak mi barátkoztunk úgy össze, hanem igazából ebben a egész csoportban, ahová mi járunk, meg mint a stúdió rendező, minden évben én már a 2-3-szor is, most már másszor csináltam tábort, 2-szer biztos, hogy a februárban augusztusban, ahová mi is rendben eljárunk. Ott igazából már egy nagyon jó baráti kör nőtt ki. Tehát olyan szinten nőtt ki, hogy belőle, hogy tényleg külön csoportunk van, együtt volt, hogy valahogy együtt szilveszterezünk, valahogy eljövünk ide, mert mindenáron meg kell nézni a római romokat, le kell menni a Dunához, mert tele van vízzel, és, mert utána azért szoktunk sörtinni is egyébként csak. Szoktál! Én azt már alig várom. Kilométereket vegyünk a pusztán, és de ezek mind persze mind jók is, ezek ebből nőttek, tehát egy ilyen tényleg egy mikroközösséget és egy külön univerzumot hozott létre ez az egész táborozás, meg az, hogy egyáltalán egy olyan közösséget működési körülbelül, ami viszonyokat keresztül, és egy nagyon jó barátság alakul, tehát az, hogy aki képes otthon, hogy jöjjön el mennyi óra, az azért jelent valamit. És az volt egyébként egy ilyen mérföldkő, az a parázsom járás, azt nem is tudom, mikor volt ide. Igen, azt mondták akkor, és ez érdekes, hogy akkor most tűztestvérek lettünk, és én nem tudtuk még akkor, hogy ez volt. És tényleg. És megtudjátok, tudom, hogy volt egy feladat, az a egymás szemében nézés. Nem, háttal kellett állni. Igen. És hogy az mit jelentett nektek? Mert akkor tudom, hogy te valamit mondtál a Gergőnek. Meg ő is ezt mondta. Igen. Hát el is írta magát, mert... Jó, ez egy kurintim, oké. Ennyire jó vagy. Nem, de igen. Ott valamilyen gyakorlat valóban is ott valahogy rá kellett egy sarkolni. Ez egy ilyen egy pillanat alatt megtörtént. Elmondtuk egymásnak, hogy mi a helyzet. Én megrakadtam hűlőit, tehát mondtam valamit, hogy figyelj, valami ilyesmi képet láttam. Ő néz rám ilyen fal fejére, hogy jól vagy. Nem, és akkor valami ilyesmi volt. A gyakorlatot azt nem annyira pontosan. Azt a lényeg, hogy egymásnak kártekedett. És valami átkelt, hogy menjen, és nekünk ugye egy pillanat alatt átment. És mi mondtuk, hogy jó, akkor ezzel meg vagyunk, megbeszéljük, és akkor jött a lényeg, hogy nem, még ilyen gyorsan nem lehet. Hát álljunk csak mi oda-vissza, mi álltunk, ugyanazt éreztük, mert azt mondta, és aztán
És akkor megmondtuk a néninek, hogy de ez tudom, és akkor ő sem. Tehát valami összejött, tehát mindenféle, minden, valahogy a tényleg és időben azt valami összekapcsolódott. És igazából nagyon sok jó dolog jött ki belőle. És mondtuk egymásnak, így van. Hát igen, akkor ez a pont. Bocsánat. Ez a pont. Ez a pont. Ez a pont. Csak azért, mert előtték voltatok együtt táborban. Előtt is voltatok együtt táborban, csak akkor nem volt meg ez a szoros barátság, és ez a szoros barátság ettől a karázson járós dolog. Igazából ez egy trigger pont volt, az kétségtelen, és akkor ott utána már kerestik egymást a többiekkel is. Mert pont egy idős küldöttjén, akkor született, és olyan idős. Bocsánat. Ez divás. Na szóval innentől kezdve már szándékosan egymás mellé ültetjük őket a táborba. És innentől kezdve sok éven keresztül egymás mellett alkottatok. És emlékeztek-e arra, hogy melyik azok a képek, amik most ki vannak állítva, hogy mit készültek egymás mellett? Hát abszolút nem tudjuk, lesz volt. De csak jó szándékos, segítsek meg. Egyébként hol lenne egy kidolgozva ruhája a listánynak? Azt, hogy azt tudtok, kép alkotási közben hányszor hallottam, hogy css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 s
segítenek. Jó, hogy elviccelitek, de most konkrétan meg tudjátok mondani, hogy mely pedig tehát? Most februárban, ami ott volt tábor, az a az órás kérdés. Az órás kérdés? Nekem pedig az a volt, hogy a Szentendrén az adányzó, mellette a Jósú Dolgáborral, meg ez az. Igen, meg a kislány. Meg a kislány. Mert a kislány borom, majd hát ezt lesz a gyöhetőre. Igen, most így megnézitek, hogy mire mutattak rá, hogy az és ez, vagy az. Tényleg két művész és két stílus, tehát egy kislány mellett készül egy majdnem akt. Jó, hát reménykedünk, hogy volt aztán. És szerintem, hogy milyen hatással vagytok egymásra, akit egymásra. Kívülről, nekünk kívülről nézve, én most az augusztusi háborban mondtam a többieknek, hogy most nem voltatok ott, hogy sokkal több kép készül. Láttam, hogy elberagad, és akkor az első körben van, mondjuk a hajával védelődik, amikor már régen egy elkjával kell lenni, és akkor segítek, motiválom, hogy szerintem menjünk, együnk valamit, vagy... Pontosan így, igen. Milyen régen ezen jutott... inkább fel kellek hajnom, amíg ő még alszik, hogy már tudjam helyezni. Milyen régen jutottunk rá. Ő nem is tovább szinte. Próbálom rávenni, hogy próbálja ki. Én meg így leszokjon. Nem is tovább van, de ilyenkor szoktam. De igazából tényleg olyan szexióban ülünk már, mert minden, tehát amikor összejön a tábor, akkor tényleg sok mindenki van úgy, hogy mit tudom, éppen akkor próbálják egy technikát össze. Van olyan, amikor már, mit tudom, már festett korábban, de jobban el akarja mélyíteni a dolgot, gyakorolni megy oda, azoknak is sokat segítünk. És van egy ilyen asztal, ahol ott ülnek a dílisek, és akkor az a tünet, akkor csak haladni van a helyetek. És akkor ott ülünk még, és akkor néha tényleg alig tudok dolgozni miatt, de egyébként... Hát, igen, mert én elmélyülök, hogy akkor megköstem az életem fő művét, az időt, meg hogy ez nekem mennyi mindent jelent. A többet.
benne kellett. Azt mondja, hogy döglegyeket kell keresni. De kellett is egyébként, tehát felhívtam a figyelmet, abszolút, a bókhálós óra előtt biztosan vannak legyek, tehát a bók az eszi a... Tehát, hogy ha már részlet, ugye, mert a részletekben megkezik minden. Igen, hogy a részletek. Földes kincsen, de a részletek hol vannak most, hogyha a döglött, ugye hol lenne az élet a képből, ha nincs benne a döglött? Igen. És belefestettem, és szerintem van is a terve. Úgyhogy ilyen hatással van, szerintem. Nem tudom, hogy ezt így. Szerintem ez lejött, hogy milyen hatással van egymásra. Ezt képzeljétek el a tervorban is. Ez ugyanez. És ezért nem tudnak a többiek akkor tudni. És nem egyébként tudnak. Csak lassan. De ezt majd ők megmondják. Nem merít sem. Igen. De jó hangot szoktam. Kedvesek, hogy hobbi alkotóként kezdtétek. Ugye megismertetek sok technikát, sok eszközt. Mind a kettőtöknek a festés lett a végül a, talán a szerelme. Ezt lehet mondani. Szerintetek mi volt az a pont az életetekben, amikor azt mondtátok, hogy nem hobbi alkotó vagyok, hanem ami ki is van írva a megnyitó vagy a meghívóra, hogy festőművész. Csak már Andi, én emlékszem még arra, amikor talán a legelső kiállítás megnyitó volt itt, és utána hívtak a helyi tévébe, és a műsorvezető azt mondta neked, hogy művésznő kérem, és Andi nekem utólag elmesélte, hogy én meg néztem körül, hogy kihez beszélek, de hogy én vagyok. Igen, és meg kellett szokni. És meg kellett szokni ezt a titulust. Illetve hát nem olyan emberektől is kaptam megerősítést, akik tényleg szakmailag is értenek hozzá, és akkor úgy kezdtem el mindig, hogy igen, ez a tényleg művész vagyok. Vagy valahol nyilván ott volt, és azért kerestem az utat. De valahogy sikerült is ezt most már tényleg úgy érzem előhozni, és tudom, itt tudom fejezni azokat az eszközökkel, amit tőletek is tanultam, azt, amit szeretnék. Tehát talán itt van. És volt valami, ez egy direkt pont volt, amire emlékszel, vagy inkább egy folyamat? Folyamat, igen. Sőt, nehéz folyamat, mert azért nem olyan, tehát egy festményt megmutatni, ami belülről jön, az olyan, mintha kijönnék minden, és azért azt el kellett oda jutni, hogy ezt meg merjem tenni. Az bátorság kellett. És Gergő, neked volt-e ilyen pont? Volt, persze. Sőt, hát ez tényleg egy hosszú folyamat, ez nem így működik, hogy elérek egy új kereszteződésed, és akkor onnantól kezdve azt hiszem, hogy akkor én már az vagyok, amit szeretnék, amivé szeretnék látni. Ez egy hosszú-hosszú folyamat. Nagyon sok eltépet, meg hazám adott kép, meg vászon, meg nem is tudom, mi kell ehhez. Meg nagyon sok gyakorlás. Akkor, amikor én azt hiszem magam, hogy működik, az nem feltétlenül igaz. Attól, mert nem ért meg senki, mi nem tudom működni. Tehát ezt szoktam mondani. Hát azért nem állt valami visszacsatolás kívülről, mondjuk szakmai szemmel. És akkor, amikor már én is látom szakmai szemmel, mondjuk így fogalmaztak így, hogy azt a képet azért nem hoztam el, mert nem hozom el, mert, vagy ezt már nem vállalom föl azért, mert akkor már van egy ilyen öncenzúra, vagy egy önkritikus álláspont, hogy meg tudom ítélni már magamról is, ez a hosszú folyamat igazából, hogy magamról meg tudom ítélni azt, hogy ez a kép jó volt. Most nyilván ez nem a saját mércémhez képest, mert nagyon sok kezdő művész beteszik a bajbába, vagy kezdő az a becsapba, hogy mivel vagyunk túl kéne publikál mindenfélét, és hát nem légy utána, nem tanul, nem néz, nem vesz föl információt, hogy esetleg utána kéne nézzen, mert egy perspektíva az nem csak úgy jön az újból. Vagy hogy hogyan kezdődik egy ceruzát, ecsetet, vagy a színekkel milyen kompozíciót kellene összeállítani ahhoz, hogy mondjuk azt a képet meglesz a fogalmat. De ez egy nagyon hosszú folyamat, és igazából egy keserves folyamat. Tehát ugyanúgy, ahogy az irodalomban itt is megvan az a, hogy mondjam, az az út, amikor az ember meg kell, hogy találja, vagy meg kellene találja a saját hangját is. Amikor ez a saját hang már megvan úgy, hogy meg tudom bármilyen képet, tematikában, technikában meg tudom fogalmazni a képet, úgy, hogy én vagyok benne. És ráadásul ezt még jól is teszem, tehát mondjuk úgy, hogy helyesen, meg arányosan, még akkor, hogy a szakszikról van szó, akkor el lehet már azon, akkor már lehet kijelenteni, hogy valami a szinte legyen azt a szintet, hogy művész vagy. De ez egy hosszú folyamat, ez egy nem viszont. Mi nyáron készítettünk, még ti sem tudjátok,
Nyáron készítettünk egy interjút Gál Gregor szobrászművésszel, és pont ilyen kérdéseket tettünk fel neki, hogy vajon mi a különbség a hobbialkotó és a művész között. És szerintem egy nagyon jó választ adott erre, hogy ő azt mondta, hogy a hobbialkotó, ő lehet egy mesterember, aki nagyon jól ismeri a rajz és festés és pasztel technikákat. És attól, hogy valaki mondjuk realisztikusan, akár hiperrealisztikusan fest vagy rajzol, ő még nem művész. Akkor válik valaki művészé, hogyha van egy kommunikációs szándéka, amit a művein keresztül el szeretne mondani. Van egy vágy, amit meg szeretne osztani az emberekkel, a nézőközönséggel. És végig, amikor megjöttünk ide, és végignéztem, hogy mi van odaírva a képek alá. Hogy én azt gondolom, hogy a képei az messze menőkig mindegyiknek megvan a maga üzenete. Hogy melyik a kedvenced, és számodra mit jelent, melyik mit jelent most? Hát egy kettő között én választom, amit legutoljára csináltam a magamban, igen, nevetni fog ide az ott az a fal, amit az ügyeihez lehetettem a meditációban, mert összekapcsolódik az idő képpel, mert eljutottam valahogy egy olyan pontra magamban, ahol azt gondolom, hogy van már annyi, tehát hogy megengedem magamnak azt, hogy azt a tudást, amit én most már így magamra szedtem, vagy azt a belső értéket, vagy nevezzem, nem tudom én, kaptam, és van, azt most már tényleg bennem van, és tudjam is ezt elfogadni, tudjam ezt kezelni, és tovább is tudjam adni is. Ez most nekem a legfontosabb, és ezért született ez a kép, ezt szimbolizálja nekem, de most és az idő is, mert az meg, hát itt nagyon sok jelentése van ennek a képnek, azért... Sok virág van kint.
Igen, és mivel az a címe a kiállításunk, hogy időkép, tehát hogy az idő az ugye van vagy nincs, próbáltam olyan képeket elhozni, amik időtlenek. A virágok ugye időtlenek, mert azt abszolút nem tudom mihez kötni. És mivel nagyon foglalkoztatott már akkor is, mikor Jánosnak festettem az idős arc, mert szerintem gyönyörű, ugyanígy nálatok csináltam még régen ezt az akvarelcellulás portrét az öreg arcról, és a néni is az öreg kéz, nem az öreg arcnak a megfestés, és sokkal nehezebb, mint egy sima bőrt megfesteni. Ezek most így inkább így foglalkoztatok és kapcsolódnak az időhöz. Ennyi. Aztán rájöttem, ahogy ezen elkezdtem gondolkodni, hogy milyen képeket hozzak még, hogy tulajdonképpen bármelyiket is megfestem, akkor ott megállítom az időt akkor a képen. Úgyhogy erre jöttem rá, hogy így gondolkodtam, hogy készültem elő a kiállításra. Gergő, neked ez a kiállítás, ami most itt van, úgy gondolom, hogy egy óriási nagy dolog. Mert még soha egyetlen egy kiállításon nem engedték a Gergőnek kiállítani az akt képeit. És nagyon köszönjük a művelődési háznak, hogy itt lehetett. És hogy megmutathatod így egyben. Meg hogy megmondom őszintén, hogy sokat a táborban festettél, de hát az idő nagy részét ismerjük, ismerem, láttuk, hogy készült. De így egyben, most látjuk először, és szerintem nagyon impozáns. Nekem nagyon tetszik így egyben, hogy hogy vagy te ezekkel? Hát én igyekszem most már, hogy sorozatokban szeretnék gondolkodni, pont azért, mert ennek a kiállításnak az álma is már volt a címe, pont azért, mert a nőkkel meg a borról, meg erről a kicsit ilyen hedonistább életfogásról szól. Az, hogy kiállíthatom a aktokat, azt külön köszönöm egyébként, mert nem tudom, több volt már kiállítás, ami már volt egyes is, és ott volt, amikor a dolgozott. Hát ennek cicide volt. Szeretjük is magunkat. És volt, amit azért így engedtek mondjával, tehát a Hőszabi az többször is volt már kiállt a szerencsére, de azt mondja, hogy ennyibe ebben a sorozatban, igazából és már most sorozatban ez az első kiállítás, hogy egyébként, ami azt szeretném tovább tenni, akkor már lehet. És ha nem lehet, akkor mi már meg kell csapni, vagy tud hidani, és akkor már meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni. Lehet, hogy nem lesz több egyébként ebből a sorozatból több kiállítás, nem tudom. Tehát azt, hogy most megengedték, ez nagyon az. Tehát azért valljuk meg, hogy az aktoknak a művészi érték az nem feltétlenül pornográf. De egyébként láttam már olyan ilyen kemény testvényeket is, ami valami jó volt és művészi elvázolt szerelmeskedő párokat, amikkel én nem tudom, továbbra sem látok kifogást egyébként. Tehát hogyha ezt akár gyerekek látják, nem feltétlenül kell a püdéria mögé elbújva, úristen, most ebből mi lesz, hát ezt a hajna csinálja. Tehát egy jó esélye az, aki nincs elbújottól kezdve, te is fogod, ha van eszedben. Hogyha most tankokat is megyerekek be azért, akkor nem tudom, akkor azt szeretnék engedni. Tehát ezt ebből helyesnek tartom is, nem tudom is. De ez a trend, meg ez a közvélekedés, meg ez a társadalom berendezkedése, hogy a testiség és a szerelem, vagy a szexualitás az van, ami szövőtől valóban, de valamis tálókat lehet akarni mindenki. Főleg a gyerekeket, amik egyébként nem értek tőle, ebből szövőtől lesz romban esetek végképp. De a fejlődött, hogy bármi is lehet. Egyszer meg is kérdeztem egyébként az egyik kiállítóteremben, mert Fehérváron a Cidő Központban volt egy kiállításon tavaly év végén, és ott a pengeírás volt akkor a 31. kiállítása, és azok a képek azok késes képek voltak, tehát azokban nincsen, nem volt eset, hanem mindegyik testre késre készült, és fordulóan ott is olyan, azok között is olyan képem, amelyik testre késre készült, mindig akkor is mondták, hogy és ha cicije van, tehát a szülő úgy neveli fel a gyereket, hogy hát igen. Meg a pedagógus úgy viszi el a gyerekeket, hogy ezeket a képeket úgy néz, hogy van valami mondani valója, vagy ötös tartalma. Egyébként is egy rövidesre annyi minden el lehet mondani. Hát akkor, hol ezzel a kapcsolatban nem mondtam ilyen. Ott azt mondta,
Köszönöm.
Jó, hogy várjuk.